Közösségi összefogás révén a napokban oda kerültek Tolna sportjának történetéről szóló kötetek, ahová a szerző Gálfi Dezső eredetileg is szánta azokat, a Tolnai Városi Könyvtár tulajdonába. A tolnai Gálfi Dezső Tolna megye sportjának karakteres alakja volt, kiváló futballistaként, edzőként, sportvezetőként, és nem utolsó sorban a megye sportéletének kutatójaként és dokumentálójaként. Feldolgozta többek között Szekszárd kosárlabda sportjának történetét, a szekszárdi Dózsa, Fad és Tolna megye futballjának egy-egy korszakát is. Legnagyobb vállalása azonban ezen a téren Tolna sportjának a kezdetektől, azaz 1913-tól 2000-ig történő megörökítése volt. Dezső bácsi közel 15 éven át gyűjtötte össze és dolgozta fel a témát. A megyei könyvtárban és a megyei levéltárban kutatta a forrásanyagokat. 900 kézzel írt lap és 4000 fénymásolt újságcikk. Ebből állította össze a 6 kötetes kiadványt, amelyben kizárólag adatok, eredmények, tabellák, sorsolások találhatók kommentár nélkül, összesen 4,5 millió karakter terjedelemben. A 7. könyv csak fényképeket tartalmaz, amelyek jelentős részét sportszerető tolnaiak ajánlottak fel. A páratlan gyűjteményben a településen valaha űzött 18 sportág összes fellelhető eredménye fellapozható. A könyvekből kiderül, hogy a hagyományos sportok mellett többek között lovaspólóban, kisgolyós tekében, de még motorkerékpáros akrobatikában is kipróbálták tudásukat a tolnai testedzők, versenyszerű formában. A kötetekből arról is képet lehet nyerni, hogy mennyi sportegyesület működött a településen a 87 év alatt, jellemzően kék-fehér színben. Kezdve 1913-ban a Tolnai Atlétikai Klubbal, ami valójában futballklub volt, folytatva 1919-20-ban a Tolnai Ifjúsági Közművelődési Egyesülettel, a TIKE-vel, amelynek foci csapata mellett dalárdája és színjátszó csoportja is működött. A számos, hosszabb, rövidebb ideig működő egylet után következett a Tolnai Vörös Lobogó, amely 1954-től néhány éves megszakítással a rendszerváltás környékéig üzemelt. Hogy aztán átadja a helyét a Tolnai Sportegyesületnek, amelyből a rendszerváltás után sorban kiváltak a szakosztályok, hogy önálló klubokká alakuljanak. A könyv ünnepélyes bemutatóját 2009. decemberében tartották, akkor úgy volt, hogy az önkormányzat megvásárolja a kiadványt a szerzőtől. Az akkori gazdasági válságos időszakban az önkormányzatok általában nehéz anyagi helyzete miatt, azonban erre végül nem került sor. Gálfi Dezső, aki 2010-ben megkapta a Tolnaváros sportjáért kitüntető díjat is, 2016-ban elhunyt. Özvegye szerette volna, ha ez a hagyaték a legmegfelelőbb helyre, a helyi könyvtárba kerül, ahová Dezső bácsi is szánta. De nem csak ők, hanem tolnai sportbarátok is szerették volna, ha ez így történik. Idén ősszel civil kezdeményezés indult a kötetek megvásárlásáért. Gálfi Dezsőné az eredeti ár töredékéért ajánlotta fel a könyvet, számos helyi sportbarát, cég és magánszemély csatlakozott a gyűjtéshez, és a város polgármestere, a Peszhofer Ágnes is támogatta a célt. Ennek köszönhetően a 7 kötetes kiadvány nemrégiben a Tolna Város Könyvtár tulajdonába került. A könyvek helytörténeti szempontból értelemszerűen nagy értéket képviselnek, de természetesen nosztalgiázása is kiválóak. Gálfi Dezső annak idején elkészítette a kötetek digitális változatát is, így az, anyagkutatási célra is könnyebben használható. A könyveket az érdeklődők kizárólag a Tolnai Könyvtárban lapozgathatják majd, a járványhelyzet miatti korlátozások megszűnte után.